Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Csobán Katics Bernadett vagyok. Nézzük röviden, mit kínálunk a mai adásban. Útfelújításokra pályázik Bátaszék. A madéfalvi veszedelemre emlékeztek a székelyek. Adományt gyűjtenek a bátaszéki tűzoltóság fennmaradására. Vízkereszt a templomban és a székelyházban. Befejeződött a tájház felújítása Bátaszéken. Az elkövetkezendő 7 évben közel 2 milliárd forintnyi támogatásra pályázik majd Bátaszék a terület- és településfejlesztési operatív program keretein belül. Egyik fő projekt a belterületi utak felújítása lesz, aminek megvalósításához mintegy 300-500 millió forintra pályázik a város. Több útszakasz és utca is felújításra szorul Bátaszéken. A tervek szerint idén jó néhányat rendbe tesznek a TOP Plusz pályázat keretein belül. A képviselőtestület a tavalyi esztendőben elfogadta azokat a projekt elképzeléseket, amelyek a város fejlődése szempontjából fontos, és reményeink szerint a TOP Plusz pályázati lehetőségek között kapunk rá forrás, hogy meg is tudjuk valósítani. Egy ilyen projektelem Bátaszék belterületi útjainak a felújítása, hiszen a TOP Pluszon belül erre is lesz majd lehetőség. Az elképzelésünk az, hogy a bátaszéki helyi tömegközlekedésben résztvevő útszakaszoknak a felújítását szeretnénk ebből a pályázatból megvalósítani. Ez a Bezerédi utca, Olimpia utca és Orbán utcának a felújítását jelentene, ami egyrészt a burkolatnak a javítását, másrészt útszélesítéseket, leállósávoknak a kialakítását, csapadékvízelvezető árkoknak a burkolását vagy zárt átételét is jelentheti majd. A helyi tömegközlekedés azonban nem csak Bátaszéket, hanem Kövesdet is érinti. Kövesden, ugye a Bonyhádi úttól egészen a Köves tábláig kormányzati támogatásból a tavasz folyamán megújul majd az útszakasz, viszont a táblától egészen a belterületi körforgalomig igen nagy szükség lenne a felújításra, ezt is ebben a pályázatban szeretnénk megvalósítani. Illetve a városon belül vannak még olyan utcák, amelyek nem rendelkeznek teljesen szilárd burkolattal. Ilyen a Herman negyed utca, a második Géza utca, illetve a Bonyhádi utcának egy bizonyos szakasza. Ezekre is elkészítjük majd a árazatlan költségvetéseket, ezeket is szerepeltetni kívánjuk majd a pályázatban. Azt gondoljuk, hogy ezzel egy nagyon nagy lépést tudnánk tenni a belterületi úthálózataink karbantartásában, fejlesztésében. A pályázat várhatóan január 2. hetében jelenik majd meg, de addig is zajlanak az előkészítő munkálatok. Árazatlan költségvetéseket kell készíteni, tervezőkkel kellett nekünk már egyeztetni, kalkuláljuk, hogy körülbelül mi lenne az az összeg, amiben ez majd bekerül, hiszen a város elképzelései szerint szeretnénk mintegy 300-500 millió forintos forrást ezekre a beruházásokra pályázati úton megszerezni. Információink szerint a pályázat benyújtási határideje március 31. 60 napon belül történnének az elbírálások, és azt követően kell a pályázat tartalmi részét teljes egészében konkretizálni, ami azt jelenti, hogy már engedélyes terveket adott esetben becsatolni, lefolytatni a közbeszerzési eljárást. Ha minden flottul és sikeresen zajlana, én azt gondolom, hogy 2023 tavaszán kezdődhetnének meg majd a beruházások. Tolna megye egész területére mintegy 46-48 milliárd forint TOP Plusz forrás érkezik majd várhatóan az elkövetkezendő 7 évben, melyet a Tolna megyei önkormányzat oszt szét a települések között. Bátaszék ebben a ciklusban közel 2 milliárd forintnyi fejlesztésre pályázik majd. A madéfalvi vérengzésre emlékeztek a bátaszéki székelyek. A székelyek szabadságjogait semmibe vevő Mária Terézia parancsára ágyúzták órákon át a települést, és gyilkolták le a lakosság közel 10%-át. A székelygyilkosság hatására vándoroltak el a székelyek, és hozták létre az 5 települést, melyet a bukovinai székelyek őshazájának tekintenek. A székelyek nyugodtak voltak, nem gondoltak ők a porosz, francia, meg különféle háborúkra, 7 éves, meg 30 éves háborúra, és kigondolta a császárnő alűrjeire, a felvilágosodás akkor volt divatba, és ő kitalálta, hogy a végeken ott a keleti Kárpátokon, ott írják össze a katonakorú férfiakat, és egyszerűen sorozzák be úgy katonának őket,
mint hogyha mindenki önkéntes akarna lenni. Ez a döntés volt az előzménye a székelygyilkosság néven is ismert tragikus eseményeknek. A székelyek jogaira hivatkozva ellenálltak a királynő felvetésének, ám a jogról és hagyományról hallani sem akaró császári vezetés erőszakkal válaszolt, és Madrid falvát 1350 császári katona fogta körül, és fegyverrel mészárolta le azokat, akik a négy órányi ágyúzás után még életben maradtak. A Madrid falvi vérengzés során közel 400 embert vesztette életét, ami az akkori lakosság közel 10%-át jelentette. Szalonkából azért ment a tömegnév Madrid falvára, de azon ének hajnaláig senki se gondolt a halálra. A hajnali kakas szavát ágyúszó helyettesíti, kit a golyó el nem talált, megrémülve felébreszti. Minden lélek megpróbálta menekülni ki belőle, de a falu katonával három oldalról van kerítve. És a Bukov katonái olyan dühösek valának, aki menekült feléjek, élve még egyet se hagyának. Szegény székely árva népe, maga veszedelmét látva, sorsa nem tért javulásra, bújdosik a nagyvilágba. Ez egy nagyon komoly és fájó dolog volt, és ezt valahol értékelni kell, és azért kell rájuk emlékezni. Csak azt tudja értékelni a jelent, aki a múltat ismeri, és csak annak lesz jövőre, aki jövője, akire emlékeznek majd a fiatalok. Hát én úgy érzem, jó, nem az a 400 meghalt, mert én úgy tudom, hogy körülbelül 400-an haltak meg ott a veszedelem alkalmával, illetve annak a sebeibe, meg akik belefulladtak az oltba, meg elcsúsztak, meg minden. Hanem azok is, akik menekülés közben haltak meg az erdőben, megfagytak meg, akikről soha senki nem emlékezik meg. Tehát én úgy érzem, hogy akkor vagyunk, akkor csinálunk jót, hogyha megemlékezünk a bajba jutott, illetve az elesett, illetve értünk harcoló őseinkért, a saját jogainkért. Akkor ők a saját jogaikért harcoltak, és mi ezt tiszteletben tartjuk, illetve megőrizzük, hogy szabadságjogért mindig kell és illik harcolni. Szabadságjog része volt az, hogy nem kellett 3 vagy 6 vagy 10 évig katonáskodni a saját költségükön, hanem csak akkor kellett katonáskodni, amikor jött az ellen. Tehát a saját költségükön mentek katonának, és életüket áldozták a határ, illetve a hazáért. A székelység feladata, hogy a történet ne vesszen el, és az utókor is pontosan értse, milyen hatása volt a Madrid falván történteknek a bukovinai székelyek életére. Én mindig leírtam, és mondom is, hogy egy kicsit mi későn érő típusúak vagyunk, úgyhogy későn jön rá igazán az ember, hogy hova tartozik, és hogy mi a teendője. Mert van egy olyan mondás, hogy ha egyedül magadnak érsz, akkor nem sok értelme van az életednek, de viszont ha közösségbe kerülsz és másokért megpróbálsz élni, akkor megtalálod az élet értelmét. Mert csak akkor jó, hogyha együtt vagyunk és törődünk egymással, és akkor az is fontos, hogy akkor mégis megnézni, hogy régebben hogy volt. A Madrid falu vérengzés hatására megmaradtak, elvándoroltak, és létrehozták az 5 települést, megteremtve ezzel a bukovinai székelységet. 1776 és 1785-86 körül alakult meg az utolsó falu, József falva. Az meg azért, mert második József is volt ott, és ekéket, meg mezőgazdasági eszközöket ajándékozott az embereknek, úgyhogy tiszteletből lett. A másik két falu Hadik falva, meg András falva, az pedig a Hadik András tiszteletére nevezték el annak. A bukovinai székelység később tovább vándorolt, hogy azután 80 esztendővel ezelőtt Magyarországon végleg lakhelyet találjon magának. A megszűnés fenyegeti a bátaszéki önkormányzati tűzoltóságot. A megemelkedett bérminimumok, a dologi kiadások növekvő költségei és az infláció miatt közel 60 millió forintra emelkedett a szervezet éves költségvetése. Az állami támogatás és a 6 érintett település önkormányzata által nyújtott éves hozzájárulás sem éri el ezt az összeget. Így a közel 140 éve működő egyesület a lakosság és a környék vállalkozóinak segítségét kéri. Több ezer vonulás, több száz megmentett élet és közel másfél évszázados múlt van a hátuk mögött, most mégis bajban vannak.
A bátaszéki önkormányzati tűzoltóság nem biztos, hogy kihúzza a 2022-es évet. Az elsődleges, legfontosabb szerepe az, hogy a tűzoltóság berkein belül 210 négyzetkilométeren több mint 11 ezer embernek az élet és vagyonvédelmét el tudjuk látni. Mindig is ez volt a legfontosabb számunkra, és ezután is ez lesz. Hát ellenben följött szintén az első helyre maga a költségvetés, hiszen itt a garantált bérminimumra való felzárkóztatás, illetve a minimál béremelés a költségvetésben jelentős terhet ró, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy nem biztosított az idei éves költségvetésünk, mint egy 8-10 millió forint az, ami hiányzik a költségvetésünkből. A bátaszéki önkéntes tűzoltó egyesület az elsők között még 1883-ban alakult 26 fővel, hogy megvédjék a településüket és az itt élő embereket a tűzvészektől. Több mint 120 év után átalakult a szervezet, és 2007-ben önkormányzati tűzoltóságként kezdett működni. Azért volt erre szükség, mert akkor került átadásra többek között a motos autópályán az alagút, illetve néhány évvel később átadásra került Bátaapátiban a kis és közepes radioaktív hulladékokat tároló létesítmény is, amelyek kiemelt biztosítási objektumok. Éveken keresztül igen jó állami finanszírozást kaptunk a tűzoltóság fenntartására, ami azt jelentette, hogy a fenntartó önkormányzatoknak, Bátaszéknek, Alsónyéknek, Bátaapátinak, Bátának és Murágynak, illetve még körbe is az ellátási területhez tartozik, ezeknek az önkormányzatoknak nem, vagy csak igen kevés összeget kellett biztosítani a tűzoltóságnak a fenntartásához. Azóta változtak a szakmai előírások, ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelni egy bátaszéki önkormányzati tűzoltónak, mint egy hivatásos tűzoltónak, ugyanazokkal az eszközökkel kell dolgozni, ugyanazokat a biztonsági előírásokat kell betartani, így a költségek is növekedtek. Az elmúlt években elkezdtük felfejleszteni a tűzoltóságunkat, most már 12 főállású tűzoltóval dolgozunk, és ahhoz, hogy a 24 órában tudjuk biztosítani a megfelelő tűzvédelmi feladatokat, míg a fennmaradó időben önkéntesekkel, illetve egyéb munkavállalókkal tudjuk biztosítani a szolgálatnak a kiadását. 2022-ben a bátaszéki tűzoltóság működéséhez már 60 millió forintra lenne szükség, amihez 45,9 millió forint állami támogatás érkezik. A többit a helyi, illetve a szerződött településeknek kellene kipótolnia. Az érintett önkormányzatok 60%-kal emelték meg ezért azt az összeget, amivel évente hozzájárulnak a tűzoltóság működéséhez. Ez az eddig 300 forint helyett 500 forintot jelent lakosonként, de így is még körülbelül 8,5 millió forint hiányzik a tűzoltóság költségvetéséből. El kell mondani, hogy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság korábban is és most is mindent megtett annak érdekében, hogy stabilizálja és biztosítsa azokat a feltételeket a tűzoltóság működéséhez, ami szükséges, de pénzt már ők sem tudnak adni. Ezért két irányban mozdultunk el. Egyrészt levélben megkerestük az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatóját, hogy legyen a segítségünkre, mert ez nem csak bátaszéki helyzet. Az összes önkormányzati tűzoltóság ezzel küzd, ki kisebb mértékben, ki nagyobb mértékben kénytelen már önkormányzati forrásokat bevonni. És egy másik irányban is elmozdulunk, nevezetesen egy adománygyűjtési akciót is hirdetünk. Kérjük Bátaszékváros lakosságát, vállalkozóit, hiszen azt gondolom, hogy a tűzoltóság tényleg olyan feladatot végez el a város teljes területén, ami életünket és biztonságunkat védi, hogy ha és amennyiben lehetősége van, egy közzétett adományozási számlára lehetőségei szerint adjon támogatást, hogy stabilizálni és működtetni tudjuk a tűzoltóságunkat. Ezt egyébként megteszik a társtelepülések önkormányzatai, tehát ott is meghirdetjük ezeket az akciókat. Ezzel próbáljuk stabilizálni a 2022-es esztendőt, de azt látjuk, és ezért is kezdeményeztük főigazgató úrnál a találkozót, hogy ez nem megoldás. Megoldás az lenne, hogyha a katasztrófavédelem legalább egy tűzoltóság működéséhez szükséges bérköltségeket központi költségvetésből finanszírozná, és a működéshez szükséges egyéb dologi kiadásokat mi önkormányzatok szívesen vállaljuk, annak érdekében, hogy valóban 3 percen belül bárkinek az életét vagy ingatlanát meg lehessen menteni. De mi történik, ha mégsem jön össze elegendő pénz, és mit jelenthet ez a környéken lakóknak? A parancsnok summázta a lehetőségeket. Nagyságrendileg a köztesületi tűzoltóságnak a megszűnését is jelentheti, hiszen munkabér nélkül, illetve
ha még nem is feltétlenül csak a munkabéreket nézzük, mert itt azért vannak lelkes tűzoltók, akik életben tudják tartani ezt a rendszert, akár önkéntes alapon is, hogyha arról van szó, bár ez úgy gondolom, hogy a 21. században már nem feltétlenül elvárható az emberektől. Nagyságrendileg a dologi kiadás is az, ami jelentősen emelkedett. Ha csak az üzemanyagárakra gondolunk, vagy egy korszerű gépparkot tartunk fönt, ugye tűzoltás műszaki mentés szakfelszereléseivel, amit felül kell vizsgálni, amit karban kell tartani, amit szintén üzemanyaggal el kell látni, és attól tartok, hogy amennyiben nem valósul meg a teljes költségvetés, akkor ezeknek a fenntartása is nehézkessé válik. Jelentősen növekedni fog a riasztás, ugye van egy Európai Uniós vállalás, ami szerint 15 percen belül ki kell, hogy érjen akár mentő, akár tűzoltó a helyszínre, és én úgy gondolom, hogy mivel Bátaszék ilyen tekintetben egy fekete folt, ezt a területet nagyságrendileg Mohácsnak, Bajának, illetve Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóságnak kellene ellátni, és Bátaszék még az egy megoldható terület, de gondoljunk esetleg Bátára vagy Bátalpátiba, gondoljunk a kiemelt létesítményekre, ugye itt van például a Bátán a Duna, az NRHKT-nak a hulladék lerakója, vagy akár az autópályán, ha az alagutakra gondolunk. Tavalyi éves átlag az nagyságrendileg, bár a szabályzóban 8 perc lenne a kivonulás, hogy 8 perc alatt el kell, hogy hagyjuk a laktanyát, ezt nagy átlagban 4,5 perc alatt meg tudtuk tenni egy újfajta szolgálat szervezéssel, és én úgy gondolom, hogy jelentősen csökkenne annak a közel 11 ezer embernek az élet és vagyonvédelme, hogyha itt a tűzoltóság megszűnne. Segítsünk, hogy segíthessenek, hiszen itt egy perc is sokat számít, nemhogy 15. A vízkereszt a karácsonyi ünnepek zárónapja. Erre az ünnepre emlékeztek a katolikus templomban és a székelyházban. A vízkereszti népszokásokból mára jobbára csak annyi maradt meg, hogy ekkor szedik le a karácsonyfát. Ez a nap egyben a nagybőjtig tartó farsangi időszak kezdete is. Ha karácsonyról azt mondjuk a szeretet ünnepe, akkor vízkeresztről azt, hogy a hit ünnepe. A történet szerint a három királyok ekkor látogattak el a gyermek Jézushoz kifejezni hódulatukat és tiszteletüket. Előtte sok mindenen keresztül mennek. Keresztül mennek az emberi közömbösségen, meglátják az emberi készületlenséget, a szegénységet, és bizony azt is meglátják, hogy az a gyermek, aki megszületett, az nem egy palotában született, hanem egy egyszerű rongyos istálóban. Most ezen keresztül meglátni Istennek tevékenységét és a gyermekben az Isten mosolyát, ehhez hitre van szükségünk. Az egyház ezen az ünnepen a Szent Mise keretében megáldja, megszenteli a vizet, azt a vizet, amellyel, és akkor tovább is lépünk, a házszentelésekkor használunk, a házakat a vízkereszti időszakban megszenteljük, megáldjuk, kérjük Isten segítségét és oltalmát. A latin országokban egy kicsit gazdagabb ez az ünnep. Számukra az ajándékozásnak az ünnepe is van, a gyermekek beöltözködnek a három királyoknak a szerepébe, és házról házra járnak, köszöntik a gyermek Jézus, mint ahogy Magyarországon ugye van a betlehemi játékok karácsony szent ünnepén. Az imént említett házszentelésre került sor a székelyház esetében is. Emlékeztessen ez a víz kereségünkre és Krisztusra, aki szenvedése és föltámadása által megváltott minket. Áldja meg az Úr ezen házat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Régi liturgikus előírások szerint vízkereszt és Urunk megkeresztelkedésének ünnepe egy ünnep volt, egyszerre tartották. Ez a II. Vatikáni zsinat után ez az ünnep két felé lett véve, lett vízkereszt ünnepe, amikor csak a három királyokra emlékezünk, és Urunk megkeresztelkedése pedig egy másik ünnep lett, amely emlékeztet bennünket a saját keresztségünkre is. Amikor megkereszteltek bennünket, hogy Isten gyermekei lettünk, erre is emlékeztet ez az ünnep minket. A vízkereszt hagyomány szerint a karácsonyi időszak végét jelzi. Ilyenkor szedik le a fáktól a díszeket. És ezzel kezdetét veszi egy másik időszak is, a farsangi, mely a nagybőjt kezdetéig tart.
Befejeződött a tájház felújítása Bátaszéken, megkezdődik a visszarendezés. A több mint 100 éves épület állapota az elmúlt években jelentősen megromlott. A bátaszéki önkormányzat éppen ezért egy pályázatot nyújtott be az országos védelem alatt álló épület renoválására. Hamarosan újra látogathatják az érdeklődők a bátaszéki tájházat. Az 1892-ben épült rangos német parasztház 2000-től működik a városban, és ad helyet az itt élő három jelentős lélekszámú népcsoport sváb, székely és felvidéki berendezési és használati tárgyainak bemutatására. Csötönyi László, a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Ügyvezetője mesélt arról, hogy miért is volt szükség a felújításra. Néhány évvel ezelőtt felfedeztük azt, ami addig nem volt jellemző, repedések a plafonon, a falon, a homlokzaton, tehát a külső részeken is megjelentek, illetve az udvaron, és akkor nagyon megijedtünk, hogy vajon mi lesz, mi lehet ezzel a házzal, mi a probléma. Természetesen akkor az önkormányzat munkatársai és megfelelő szakemberek megvizsgálták, és kiderült, hogy mi a probléma, amelyet orvosolni kell. Azt azért tudni kell, hogy ez a ház a 19. század végén épült. Akkor ugye még nem volt jellemző, hogy olyan alapot készítettek a háznak, amelyre azután fölhúzták, amelyik mondjuk bírja azokat az esőzéseket, amelyek így a 2000-es évektől jellemzően sajnos velünk vannak ezekben az években, évtizedekben. Ugye, amíg akár a saját gyermekkorunkban az volt az alapvető dolog, hogy tavasszal mondjuk esett valamennyi eső, és ez eloszlott úgy 2-3 hónap alatt, az utóbbi esztendőkben ugye azt láthattuk, vagy tapasztalhattuk itt a Bátaszéken és környékben élők is, hogy egyszerre ömlik vagy esik le nagyon nagy mennyiségű csapadék, és ezeknek a házaknak, amelyeknek kellő alapzata nincs, hát ez nem tett jót. És ezért kellett sürgősen döntést hozni, és a problémát megoldani, és hál' Istennek ennek a végére tettünk a közelmúltban pontot. A felújítási munkálatok egy kis festést és javítást kivéve nagyrészt befejeződtek, így a legfontosabb lépés következik, a bútorok, tárgyak, népviseletek visszapakolása. Tehát az elkövetkező hetek legfontosabb feladata az lesz, hogy itt a bukovinai székelyek szobáját, a felvidékiek szobáját, illetve a magyarországi németek, a bátaszéki svábok által összegyűjtött berendezési tárgyakat visszarakjuk azokba a helyiségekbe, amelyekbe hát ezek valók, illetve megszokhatták a bátaszékiek, valamint a bátaszék tájházba látogatók. Ezt nyilvánvalóan mi fogjuk megtenni, a Bátaszéket Marketing Nonprofit Kft. Munkatársai, de azt azért tudni kell, hogy az összes berendezési tárgy az múzeumi leltár alatt áll, tehát nagyon oda kell figyelnünk. Még mielőtt kipakoltunk, lefényképeztünk mindent, gondosan elraktároztunk mindent, videófelvételt készítettünk arról, hogy mi hova való, hogy a visszapakoláskor ez majd segítse a munkánkat. Természetesen a Vosinszky-Mór megyei múzeum munkatársaival is fölvettük a kapcsolatot, és a visszapakolást ők fogják felügyelni, illetve a jövő hét folyamán a Pince múzeumi részben lévő tárgyakat, amelyeket ők bő egy évvel ezelőtt elvitték egy kicsit restaurálni, kijavítani, ezeket ők fogják visszahozni és visszahelyezni majd a Pince múzeumi részbe. Az elkövetkezendő hetek tehát a cég életében a tájház visszarendezése körül forog majd. Teszik ezt mindazért, hogy tavasszal újra az igazi és megszokott pompájában tudják fogadni az épületbe látogatókat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!